közel 2 éves munkál így a rendezvény megszervezésében. Ez gyakorlatilag 2 évvel ezelőtt határoztuk el közösen a Magyar Cukrászipar Testülettel, a Magyar Pékszövetséggel, illetve harmadikként a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséggel, hogy hozzunk létre Magyarországon egy olyan rendezvényt, amely ennek a 3 ágazat szakmai szereplőinek szól, egy új helyszínen, más keretek között, és hogy gyakorlatilag szerettük volna a szakma egészét kiállítóként erre a rendezvényre meghívni, illetve másik oldalon a cukrászatokat, a pékségeket, az éttermek vezetői dolgozóit pedig látogatóként. Nem titkolt célunk az, hogy a jövőben ezt rendszeresen szeretnénk megszervezni, 2 évente a kiállítást, így március elején, aminek ugye az az apropója, hogy egyrészt a fagyi szezon kezdete előtt vagyunk, tehát ahogy itt látták is, ugye megtekinthetők az idei év fagylalt újdonságai, de emellett ugye nagyon sok pékipari újdonság, sütőipari termék, illetve emellett a gépgyártók is nagyon jelentős számban képviseltetik magukat ezen a rendezvényen. A mai napon pont a közönség napon egy külön apropója is van a kiállításnak, hiszen ma van a nagy tepertős pogácsa nap, ami egy kiemelt program, ez elsősorban a nagy közönségnek szól, hiszen ugye a közelmúltban nyilvánították az Európai Unióban védett termékké a magyar tepertős pogácsa receptjét, és ez az a termék, amely mind a cukrászatokban, mind a pékségekben megtalálható. Az elmúlt napokban a szakmának is nagyon sok kísérő program esemény zajlott. Itt szeretném kiemelni különösen az első magyar cukrász és pék világtalálkozót, amely a tegnapi nap folyamán zajlott, közel 100 határon túlról érkezett Erdély, Szlovákia, Szerbiából érkezett cukrász és pék látogatta meg a rendezvényt, és itt egy kerekasztal beszélgetés keretében többek között a Magyar Pék Szövetség és a magyar cukrászok osztották meg egymással a tapasztalataikat a külföldről érkezett szakma beli kollégákkal. Ami a számokat illeti, én büszkén mondhatom, hogy a legnagyobb örömünkre minden várakozást felülmúlt, hiszen közel 70 kiállító fogadta el erre a rendezvényre a meghívást. Ők jobbára magyar cégek, tehát nagyon sok, ugye itt, ahogy látják, például fagylalt esetében ugye az olasz cég, de pékségek esetében is a francia vonaltól az amerikai vonalig gyakorlatilag minden megtalálható. És hát közel 7000 négyzetméteren vagyunk itt jelen ezen a rendezvényen, és az elmúlt 2 nap során a látogatók száma az meghaladta a 4000 főt, amelynek a legnagyobb része szakmai látogató volt. Azok a visszajelzések a kiállítóktól is a rendezvény során, hogy a várakozások felülmúlta ez a rendezvény, mind kiállító számban, mind területben, és hát legnagyobb örömünkben látogató számban is.